feladat ezt szépen körbe rajzolni. Különböző technikákkal készülnek ennél az asztalnál a papírmackók és a medveállarcok. A mosómedve mondjuk azt teszi, belemegy a kukába és csurkál ott valami maradék után. A medvéknél van olyan, hogy néha az erdőben elhújlajtott kaják vagy valamit megeszik, vagy a bolt. Vagyis a chipseket is ehet meg ilyeneket. Szövő mindenevő. A családi nap célja volt bemutatni a 10 000 éve kihalt barlangi medvét. A hatalmas állat kedvelt élőhelyei közé tartozott a Mátra és a Bükk erdei és sziklás barlangjai. Ezt az alkalmat igazából a Magyar Honi Földtani Társulatnak köszönhetjük, akik második alkalommal hirdették meg az évásványa és évős maradványa szavazást. 2017-ben az évős maradványa címet a barlangi medve nyerte el. Most a barlangi medve maradványok a mi múzeumunknak a gyűjteményében is szép számmal vannak. Köszönhető ez annak, hogy mind a Mátra lábánál, mind pedig a Bükk térségében nagyon sok barlangi medve lelőhely található. Az elterjedt ragadozó az utolsó jégkorszakban pusztult ki, kortársukkal, a mamutokkal. Ezután a középkor embere talált rá a hatalmas koponyákra és csontokra, ez indította be az akkori ember fantáziáját. Akik kilátogattak a családi mackónapra, többek között ezt a történetet is megnézhették. Ez bizony csak ugye a sárkány lesz. Nem csak a feje. No, van többen az egyik. A szempül a mozgató csontja. Hatalmas nagy állat. Valóban. Akinek kedve volt, az kalandjátékon keresztül járhatta körbe a múzeumot, majd versenybe szálltak a helyi gyerekek által felajánlott mackók, akik közül egy panda maci és tulajdonosa vihette haza a fődíjat. Az év nyertes ásványa pedig idén a kvarc lett, amit a Mátra Múzeum állandó kiállításában tekinthetnek meg a látogatók. Mind a barlangi medve, mind a kvarc kiemelt szerepet kap a múzeum idei programjaiban.